Hello? Na, skacok. Van itt egy ilyen csuda szerkezet. RC2970. Ennek kettő. Hát a másiknak a párja. És hát a hiba jelenség az a következő. Ugye kap tápot, ott van. És ha megnyomom, ennek az a baja, hogy torz, meg minden baja volt, de hát itt pörösködés is megy, meg minden. És hát ugye műterhelést raktam rá. Ennek az ilyen jelenség, hogy adáskor le van véve minden. Csutkáig, tehát semeghajtás, semmi. Amikor adásra váltok, itt látjátok, le is törik, nem bírja a táp, ahogy hívják ott, a nyugalmi ára 10 ampert vesz föl. Hát leül a tápon, mert csak 10 amperes, és az benne az érdekes, még pluszba. Ugye az oszcilloszkópon, ha nézegetem, meg a power is így megugrik, és akkor úgy marad. Tehát van egy oszcilláció, de a szkópon szépen lehet is látni, olyan dárdaszerű valami, és hát ott van, szépen megy, kapásból 50 watt, de hogy hol, meg mi, ez micsoda, azt a jóisten meg nem tudja. Ugye, hogy hát mi csinálja. Hát az most lett szétszedve, ez a végfok. A gyári adatok szerint 200 wattot tud. Ez az RC-nek az adatlapján két-kettő darab 100 wattot tud. AM-be, FM-be, távíróba pedig... 100-at. Hát erre mondtam én azt, hogy én elhiszem, csak hát valami itt nagyon sánta. Egyébként forszírozott hűtésű, volt már itt ennek az elődje, ott más baj volt, azt nem is tudom, hogy fölraktam-e. A 100 wattos vagy 150-nek van titulálva, de az is mesehabbal. Érdekes a kihívás, mert itt már pörölés volt, az Albrechtnek rajta van a hogy hívjákja, a szervíz akármilyen, már vissza volt küldve, visszaküldték, hogy nem jó a rádió, stb. Tehát egyébként egy pofás vagy, hasonló, mint a 2950, vagy a másik, ami volt a Sommerkamp az előző videón. Lajos Kománé Debrecenbe. A 0Z-duplájé, azt hiszem a hívójel a Lajosnak. Én hát szeretne vele rádiulni a 28 megán, de hát így nem megy, meg borzasztóan melegszik. Na most némi kutakodás után, ugye mivel így oszcillál, ott van gyönyörű, némi kutakodás után megnéztem, IRF 520 van benne. És ennek, hát ugye, hát mit csinál az ember? Mér. Hát mert mérni kell. És rögves megmutatom nektek. Némi kutakodás után, fejtörődés után, meg némi internet utánjárás után, némi, hát szörföztem egy kicsit. Ugye egy tőlem okosabb ember leírta, tehát tapasztaltabb, inkább így mondom, vagy teljesen mindegy. Neten beírta, nem is tudom, angol gyerek vagy kicsoda, hogy sajnos ezt a RC-i tulajdonképpen elrontotta, mert ezek a MOSFET-ek, hát ezek nem igazán ide vannak legyártva,
és előszeretettel, amit találnak, vagy meg, úgy ítélik meg, hogy hát megfelelő, meg működik, akkor azt sorozatba legyártják. Most még egy érdekességet mutatok nektek, a tápot leoldom. Tehát itt van a bemenet, itt jön át a koax a meghajtótól, ezen a pici koaxon, tehát hogy érdekesebb legyen. Találkoztam már ilyennel profi rádióknál is, tehát Kenwoodnál főleg. És akkor megint adunk neki tápot, és akkor meg adásra váltok, ha tudok, hoppá, igen, és így már nem is hajlandó elindulni. Hát igen, be kell újra kapcsolni, mert nullára futott, azt hiszem. Igen. És ha nincs benne a koax, akkor is ott vagy 10 amper fölül vesz, de nem törik le a feszültség, tehát nem oszcillál az egész. Tehát elmegy ilyen öngerjedésbe, hogyha össze van dugva, ugye ez a bemenet, ha össze van dugva, akkor akkor nincs oszcilláció. Tehát egyértelműen van egy ilyen visszacsatolás, hát ezek a ventilátoroké, és hát mi csinál az ember, miért, neki tájékozódik. Ugye, ami nekem egy kicsit sok volt, azt mondja, hogy mindjárt adásra váltok, és akkor mérjük meg, hogy mennyi a gét feszültség. Azt mondja, hogy bekapcsoljuk a műszert. Hát az egyik 2x4 tranzisztor van, és ez ugye a gét. Hát mindegyiken ugyanaz a feszültségnek kell lenni mind a négyen, elég, ha egyen mérem, 3,7 volt. A másik oldalé szintén 3,9 volt. Itt vannak a BIOS streamerek. A BIOS streamerek itt vannak. Ez az egyik oldal, ez pedig a másik. És hát ugye letöltöttem az adatlapját magának a FET-nek, hát most nem tudom, melyik gyártói. És akkor rögtön rögves kiderül, hogy azt mondja, itt az adatlap, azt mondja, hogy gate threshold feszültség VDS, drain 250 milliamper áll be, és minimum 2 volt, tipikusan 2,9, maximum 4 volt. Tehát ott van, hogy 3,7, majdnem 4, majdnem a plafonom van. A BIOS feszültsége a feteknek a lábán. És ráadásul ugye ez a fet nem is ide való. Tehát nem tipikusan nagy frekis fet, bár csinálnak vele, mert van aki. Ja, tehát ez itt a lényeg. Hát maga a rádió az ilyen, nincs is jelentősége neki, mert meg lehet találni a neten. Hát majd megpróbálok valamit összemókolni. Hát elsősorban visszaveszem. 3 volt alá bőven a, hogy hívják ott, meg tudom mutatni. Tehát azért lehet itt justírozni. Tehát a durván majdnem 10 ampert vesz föl, mondjuk benne van a rádió is, de adjunk neki 2 ampert, akkor is a 9 amper, vagy 8 amper, nagyon magas a nyugalmi áram. És rögbes meg lehet látni,
Elkezdtem itt agyusztálni ezt a mini trimmert, ugye? Akkor mindjárt látni, hogy már jön is visszafele. Hát jön visszafelé, tehát vissza tudom ültetni ezt az oldalt. Még a másik oldal nincsen. És azt mondja, na, igen, és akkor a másikat is vissza tudom ültetni, tehát ilyenkor valószínűleg nem kap feszültséget, nem tudok egyszerre annyifele nézni. Tehát, hogyha visszaveszem a biasz feszültséget, akkor visszajön a rádió. Érted, de hogy a rádió, hát az áramfölvétel. Tehát gyakorlatilag 250 milliampér a nyugalmi áramot ír neki, akkor oldalanként ugye a nyugalmi áramnak azt mondja 4x2,8, 5x4,20, 1 ampernek kéne lenni. De szépen vissza lehet venni, kész. Viszont van még egy baj, hogy a gerjedést majd hogy fogom megszüntetni, meg a szkópon mit működik. Úgyhogy azt is be fogom játszani, erre is van tippem, mert már találkoztam hasonló problémával. És majd meglátjuk, hogy hány wattot lehet kihozni, mert hogy 200-at, én nekem borzasztóan gyanús, hogy ezt, hogy is mondjam, büntetés nélkül nem akarom elhinni, hogy ilyen very primitív, hát ennyi van a kimenetén. Tehát gyakorlatilag alig van valami. Ez az illesztő kör, itt vannak a bemeneti fázisfordítók. Tehát AB osztályban van tulajdonképpen, ellenütemben van. Úgyhogy ez egy ilyen. Megállítom a videót, és megpróbálom visszavenni, majd nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hány ampert vesz fel, stb. Tehát innentől kezdve majd folytatom. Tehát ez egy rövid, legyen egy kis rövid videó. És hát majd egy következő videóba, ha sikerül helyre pofozni, akkor a következő videóban majd fölrakom, hogy mit sikerült belőle kihozni. Úgyhogy érdekes dolog. Hát remélem, hogy sikerül helyrehozni, és akkor a pörösködés, meg a nyáldás megszűnik a Lajoskának. Egyelőre ennyit is, hát remélem, hogy hónap ez is meg fog tudni szólalni. Na, úgyhogy ha valaki bütykel, akkor én most már nem melegszik, ott van. Tehát gyakorlatilag 2 amper körül van, ha visszaveszem ezt a vackot rajta. Tehát ez itt az összeállítás, és majd a végeredményről is be fogok számolni, illetve azt, hogy mit követtem el annak érdekében, hogy ne gerjedjen, mert az, hogy most visszaveszem és a nyugalmi áram az lecsökken, ami nem biztos, hogy megszűnik az oszcilláció is. Tehát csak csupaszon az oszcilláció. Akkor egyelőre ezzel ki is léptem, és akkor majd folytatása következik. Halihó!